1967-ben Szilágyi Domokos erdélyi költő mondta azt, hogy Arany János kortársunk. Ez a megállapítás akkor kijelentő módban és jelen időben hangzott el. Ez a mondat, amely akkor nagy port kavart, máig élő és példaértékű megfogalmazás. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Telledit a határon túli magyar középiskolások tábora résztvevőit a záró ünnepségen. Az a legfontosabb, hogy megérte a 24 évet, és úgy érte meg, hogy nem veszített a fényéből, hanem egyre szorosabbra fűződtek a fiatalokkal a kapcsolatok, illetve egyre komolyabb témákkal kínáltuk meg azokat a fiatalokat, akik ide látogatnak. Ez az idei év azért nagyon fontos, mert nyilván itt a Kárpát-medencében, a Kárpát-medencei magyarok országhatáron belül és kívül a legfontosabb feladatuknak az anyanyelv megőrzését érzik, tehát az a legfontosabb. És azt gondolom, az Arany János emlékév egy olyan kiváló magyar költő emlékének állított év, és az ahhoz kapcsolódó ünnepségek és tartalmak kiváló alkalmat nyújtanak, hogy első kézből halljuk Arany János szavain keresztül a legszebb nyelvet, a magyar nyelvet. 200 éve született Arany János. Ez az oka annak, hogy a költő életútja és munkássága volt a tábor középpontjában. A szervezők minden évben külön figyelmet fordítanak arra, hogy a jól bevált elemek mellett új programok is szerepeljenek a repertoárban. Minden alkalommal újítás, hogy új előadók tartanak a témákban előadást. Attól függetlenül, hogy az előző esztendőkben is számos kimagasló irodalmár vagy nyelvész adott előadást és mesélt a fiataloknak, vissza is lehetne hívni ezeket a nyelvészeket is évről évre, de azért mégis az adott személyt leginkább ismerő és interneten kutakodva látva, hogy milyen előadásokat tartanak egyes előadók, azért mégis új és új arcok jelennek meg ilyen szinten is. Tehát a cél azért valamilyen szinten a megújulás és az új programok biztosítása, az mellett, hogy azért a fővázlatpontoknak is minden évben feleljünk meg. A zárógálán minden diák megmutathatta, hogy mit tanult a táborban eltöltött egy hét alatt. A nézők ezekből hallhattak szavallatokat, énekeket, ezen kívül pedig láthattak kisfilmet, valamint újságot is. A szekciókban történő munka mellett persze mindig marad idő a hosszas beszélgetésekre is. Nagyon jó volt ez a tábor, mert elsősorban egy olyan baráti családi társaság jött itt létre, hogy az leírhatatlan. Szóval ez olyan érzelgősebb hét volt mondjuk, mert szóval valaki kiöntötte a lelkét, akkor a másik is megvigasztalta, és akkor elmondtuk egymásnak gondjainkat, bajainkat, és ebből adódóan így összekovácsolódtunk, és sokkal erősebb csapat lettünk. Az esti beszélgetések, meg az esti így éneklések, meg játékok, mikor csak így összegyűlünk, és nem mond senki semmit, hogy mit csináljunk, és mi magunktól így játszunk egyet, vagy zenélünk egyet így random. A határon túli magyar középiskolások tábora jövőre jubilál, hiszen 25. alkalommal nyitja majd ki a kapuit a tehetséges, tanulni vágyó diákok előtt.